Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. ...2010-ben a Ford kidobta az SVT Raptort, az F-150 SVT Raptort, ami hát most még mindig furcsa kimondani így tizenpár év után is, hogy ez volt a sportpikáp. Ugye előtte is létezett olyan sportpikáp, amivel aszfalton lehetett jól menni, de ez egy olyan sportpikáp volt, ami inkább a Baja versenyautók, tehát a terepen nagyon gyorsan menő 3 tonnás pikápokat mintázta közúti használatra, és hát instant siker volt, tényleg mindenki ilyet akart, hamarosan érkezett a második generáció immár egy 3.7-es biturbóval, és látszott, hogy erre úgy világszinte lenne igény, de hát ugye az F-150 az Amerikában még oké, de az egész világon nem lehet árusítani, mert nagyobb, mint a világ. Úgyhogy a Ford elővette a Ranger-t, és megcsinálta a Ranger Raptort. Én viszonylag sokat mentem azzal az autóval, nagyon szórakoztató, mókás, csak hát olyan volt, mint az a frankó hamburger, ahol jó a buci, jó a szósz, jók a zöldségek, csak a hús olyan vékony, mint egy kartonpapír, és akkora, mint egy 20 forintos. Mert hát a 2 literes dízel az minden volt, csak lelkesítő, nem. Viszont ezeket a sirámokat most meghallotta a Ford, úgyhogy kidobta a 2022-es Ranger Raptort egy 3 literes biturbó benzinessel. Ezt az autót amúgy tényleg Ausztráliának és Európának szánták, Tájföldön készül, de a fejlesztés nagy része az Ausztráliában zajlott. Ott ugye azért tudják, hogy mi kell a sivatagban gyorsan menéshez, mert hát kevés dologból van nekik annyi, mint sivatagból. Két hónapig telin álltak a gázon szerencsétlennek, és bírta. A teszten így is adták át az autót a nemzetközi bemutatón, hogy ez az autó, hogyha kétséged van, akkor lépj rá és megoldja. Most alánézve, hogy milyen vasak vannak alatta, ez akár még igaz is lehet, és tök jó az a teljesítmény növekmény, de a Raptornak igazából a lényege az mindig a futómű volt, úgyhogy most a szó a stúdióé. Köszönöm! Azért jöttünk most hirtelen ide, mert minden, ami a Raptort Raptorrá teszi, az igazából itt van alul. A Ranger alapvetően egy alvázas pickup, viszont ehhez a felhasználáshoz az alvázon is dolgozni kellett. Egyrészt egy nagyobb a rugóút, tehát nagyobb gátlókat építenek be, valamint feltehetőleg nagyobb terhelést is fog kapni, amikor így ráhuppan egy ugratás után 2,5 tonnáska, tehát nagy szilárdságú acél rugótornyokat használnak elől és hátul egyaránt. Ahogy az előző Ranger Raptorban, itt is elhagyták a laprugókat, és egyből tekersrugós futóművet építettek, viszont a merevtengelynél ez magával hoz néhány problémát. Mert hogyha a laprugót használunk, akkor az a tengely mozgását viszonylag jól gátolja a legtöbb irányba, és hogyha betesznek keresztbe egy panárdugat, akkor az oldalmozgását is tulajdonképpen megfogták. Viszont beépítenek egy ilyen hagyományos rugóstagot, feláll egy olyan probléma, hogy mondjuk amikor gázt adunk az autónak, a csavaró nyomaték miatt ez az egész hátra billen, fékezésnél pedig előre. Ezt valahogy meg kell fogni. Ez a mozgás nem jó, tönkreteszi a kardánkeresztet, úgy általában nem működik az autó. Ezért szükség van egy alsó támasztókarra és egy felső támasztókarra, hogy a bemozgásnál ez az egész elem folyamatosan egy íven mozogjon, és ne tudjon csavarodni. Oké, tehát a hosszirányú támasztással meggátoltuk a tengely csavarodását, ez szép és jó, viszont ettől még a tengely oldalirányba mozogni tud. A kevésbé elegáns, ám olcsó megoldás az úgynevezett panhard rúd, amit bekötnek mondjuk ide vagy ide, a lényeg, hogy az egyik oldal aszimmetrikusan, majd a másik végét bekötik a tengelyre. Ez azért jó, mert már gátolja az oldalmozgást, viszont a berúgózásnál természetszerűleg, mivel a panhard rúd ugye merev, valamelyik irányba el fogja mozdítani a tengelyt. Például, hogyha megnéztek egy nyílen kanyarodó 2005-ös Ford Mustangot, és belassítjátok úgy a felvételt, hogy lássátok a kerékjárati ívet és a gumit, akkor látjátok, hogy az egyik oldalon a gumi közelebb van a kerékjárati ívhez, mint a másikhoz, hiszen a panhard rúd eltolja az egész tengelyt. Na, ez az egyszerű és olcsó megoldás. A mérnökileg elegáns és jó megoldás az az úgynevezett vatrudazat. A vatrudazat is tulajdonképpen ugyanazt csinálja, meggátolja az oldalirányú mozgást, viszont mivel két rudunk van, és középre beépítettek egy csuklót, ezért a berúgózásnál a tengely pozíciója oldalirányba nem változik, vagyis hát csak minimálisat, amennyit a gumiszilentek engednek. És azáltal, hogy ez a link, ez a himba itt elforog, mindig tökéletesen középen tartja ezt a amúgy Dana által beszállított difizára a szerelt brutál merevtengelyt. Szintén Raptor specifikusak ezek a gyönyörű lengőkarok.
Ugye ebbe azért benne van a diszkófaktor, tudja ezt a Ford is, hogy amikor megérkezik a pickup, akkor ezeket látod, ezek úgynevezett exposed, tehát megmutatott alkatrészek, ezért nem tüsszentették le feketére, mint minden mást, hanem meghagyták nyers színűnek azért, hogy tudd, hogy ez nem egy felöltöztetett Wildtrak, hanem ez egy Raptor. Érdekes, hogy bár itt könnyűfémet használtak, és a felső lengőkor is könnyűfém, a csonkálvány maga az acél. Két elemből ugye lesajtolták, és utána összehegeztették, hagytak rajta lyukakat, gondolom a könnyítés és a szellőzés miatt. Nagyon szép alkatrész, egy ilyen banán alakú csonkálvány, mint mondjuk egy német prémium autóban, csak itt acélból, nyilván a megterhelés miatt. És amúgy érdemes megnézni a fékeket is, hogy nyilván elől teljesen evidens, hogy hűtött tárcsát kapott, de ez az autó már hátul is. És ugye az amerikai Raptorral, tehát a naggyal, meg a TRX-el is az volt az egyik legfőbb kritikánk, hogy nagyon nem akar megállni. Na, ez megáll, de mint a szög. Az autó folyamatosan egy kompjúterrel vizsgálja azt, hogy milyenek a körülmények. Itt a gátlón amúgy van egy kis szenzor, ami vizsgálja a futóműnek az állapotát, a kirúgózás és a berúgózás állapotát, és ebből a számítógép kiszámolja, hogy éppen milyen csillapításra van szükség, és ezt ezzel a szeleppel, megint csak az olaj átáramlási keresztmetszetét változtatva, módosítja. Tehát, hogyha az a kis szenzor azt mondja a számítógépnek, hogy ez az autó éppen a levegőben van, akkor kiszámolja, hogy itt most valószínűleg egy nagyobb erőhatás fog következni a berugózásnál, ezért egy agresszívabb csillapítást ad meg neki, mint feladat. 305 kilónyi csillapítást tud kifejteni, 29 centi rugóútja van. Nagyon fontos, hogy ez a 29 centi, ez nem itt értendő, hanem az erőkar miatt nyilván itt kint a keréknél. A hátsó gátló ugyanígy működik, azzal a különbséggel, hogy itt van egy túlfolyó tartály. Na most, amikor ez az amúgy kifejezetten vastag tolószár bemozdul, ez nyilván hasznos térfogatot veszel a kamrából a gátlóban. Innen az olajnak valahova mennie kell. Az első gátlónál meg tudták oldani, hogy ez a térfogat itt felül meglegyen, viszont a hátsó gátlónak lényegesen több feladata van, hiszen nem csak két pilinszke lengőkar meg egy nagy kerék kínozza, hanem még ez a szemre legalább 200 kilós tengely, meg a hozzátartozó összes kravanc is brutálisan nagy a hátsó rugózatlan tömeg. Úgyhogy hátul nem itt oldották meg ezt a térfogatot, hanem kapott egy piggybacket, egy külső túlfolyó tartályt, viszont ez nem változtat semmin, ez is internal bypass rendszerű, tehát ilyen megkerülő szelepes, és itt ebben is megvan az elektromos mágnes szelep, a szolenoid, ami a szenzorok segítségével ugyanúgy mindig a körülményeknek megfelelően hangolja a húzó és nyomófokozati csillapítást. Meglehetősen komolyan gondolták amúgy az alsó védelmet is, ez megint egy ezüst színű, tehát exposed alkatrész, viszont nem fogy el a lendület, a kartert acéllal védik, a középső osztóművet acéllal védik, az üzemanyagtank egy rugalmas, de ellenálló műanyag burkolatot kapott, és egy dolog érthetetlen számunkra, hogy ez az üzemanyag szűrő miért maradt ennyire hozzáférhető vagy látható helyen, tehát hogy simán lehet, hogy amikor az ember keményen offroadozik, akkor egy ilyen gajat vagy fát ide fölcsap. Amúgy kipufogó, passzív, mert ugye ez a már emlegetett 3000-es biturbó, de hangolható, és ez a hangolás, ez egészen pontosan itt történik. Ez itt egy 2,5 colos cső, és egy-egy aktív szelep, amivel lehet nyitni, valamint zárni az X csőnél a hangtompítást, és ezzel egy ilyen, hát nem egy különösebben szép hang, de egy jellegzetesebb, erősebb hang csalható elő a rendszerből. Már a műszaki dolgoknál tartunk, egy kicsit el kell merülni a bitekben is, mert bár a vas az érdekes, de azért ez is nagyon jó buli. Ugye van a Ford Pass applikáció, ezzel egy csomó mindent lehet csinálni az autóval, például van távindításunk, nyitás-zárás, meg lehetőleg villogni és dudálni, de hát úgyis mindenkit a távindítás érdekel. Nyilván hosszan kell nyomni a gombot, ennek biztonsági okai vannak. És megy. Ilyenkor az autó 10 percig tud járni, tehát ha mondjuk mindenképpen be kell fűteni az utasteret, akkor azt azért meg lehet oldani, de ugyanígy le tudjuk állítani is. Nyomva tartjuk, nyilván biztonsági okokból, és lelövi. Természetesen hozzáférhetőek a járműadatok, 106 km-nyi üzemanyagon van, látjuk a feature-öket, hogy van Wi-Fi hotspot, valamint software update, az autóban van egy SIM-kártya, tehát van internet hozzáférése, tudjuk követni a szervízintervallumot, és még azt is meg tudjuk határozni, hogy az autó éppen hol parkol, hogyha olyanok lennétek, mint én, hogy elfelejtitek, akkor ez visszavezet hozzá.
És nagyon érdekes még az is, hogyha az autó dob egy hiba üzenetet, tehát mondjuk megjelenik a check engine, akkor azt ki tudjátok olvasni belőle. Nyilván nem úgy, mint egy szerviz, de például nekünk földobta a check lámpát, és megnéztük azt, hogy az üzemanyagjelzőre adott egy hibát, nincs baj az üzemanyagjelzőnek, nagy valószínűséggel arról van szó, hogy amikor terepen nagyon imbolyogtunk vele, és az autó sokat állt fél oldalt, meg ilyenek, akkor egész egyszerűen azt már nem tudta lekövetni a szenzor, mert törölte is. Egészen elképesztő, hogy mennyit fejlődött ez az autó. A Ranger Raptor ehhez képest egy játék, az a 0.7-es verziója valaminek, ez meg így most lett kész. És nem a teljesítmény miatt, hanem ez az élő szelepes futómű, ez elképesztő, hogy mész vele, és nem, a másiknál azt érezted, hogy így mentél, és hogy így szét akar esni, így dobál, remeg, mindent csinál. Ez meg csak így kvázi úszik a levegőben, nagyon fura, hogy nyilván amit a lehetőségek engednek. Igazából az autónak rengeteg menetmódja van, tehát van külön homokos, van külön baha, van mindenféle lejtmenetvezérlő, sőt most már az emelkedőn való másszás segítő is van, csak annyira sokáig tart mindent beprogramozni, és annyira körülményes, hogy amikor van egy ilyen jó kis kijárt nyomunk, mint itt, akkor az ember egész egyszerűen leereszti magától. És most igen, a Max Lens az segít megmutatni, hogy mennyire meredek ez a nyom. Nagyon meredek ez a nyom. Jól látszik, hogy... Mondjuk ki, azért jobban beindítja az altesti vérbőséget, mint egy 2 literes TDI, mert hogy ez egy 3000-es V6. Szembe menve a mostani trendekkel, nem a hengersorok között van a turbófeltöltő, nem is férne, hiszen nagyon kicsi a hengerszög, hanem itt van kívül oldalt. Alumínium a forgattyústömb, alumíniumban vannak a nagy hengerfejek, és középen maga a blokk, ahol a dugattyúk közlekednek, az szürke acél. Tehát előlegezzük meg neki, hogy még esetleg 10 év múlva is motor lesz belőle. Tud ilyen trükköket, hogy a pillangószerep nyitva hagyásával a forgásban hagyja a turbókat, de a lényeg az, hogy ez itt most 292 lóerő, és hát majdnem 500 Nm. És a világ legnagyobb igazságtalansága, hogy az uniós környezetvédelmi normák miatt ez a motor pont 100 lóerővel gyengébb, mint a típus főpiacán, Ausztráliában. Nem sikerült megtudnom, hogy mi a különbség a két motor között. Belül a forgattyús mechanizmusnál valószínűleg semmi, az üzemanyagrendszerben és a turbókban sejtek változás, mert ezek azért drága dolgok, de én majdhogy nem biztos vagyok benne, hogy lesznek tulajok, akik az átvétel másnapján már mennek a csatacsipszér, és fölpöckölik 400 lóerőre az autót. Nem mintha kellene neki. Biztos, hogy aberáltabb lesz, de azért ez így most egy frankókerek egész. Mögötte ott van a 10 sebességes Ford váltó, ami hát most már próbáltuk Mustangba, F-150-be, Ranger Raptorba, mindenbe, eddig itt a legjobb. Ez egy Ranger Raptor, tehát a Rangerök csúcsa, vagyis ez a belső felszereltségen is meg kell, hogy mutatkozzon. Tényleg ebben az autóban nagyjából minden benne van, ami ehhez elérhető. Most, hogy ez a sírkőre emlékeztető középre állított tablet tetszik-e vagy nem, az a te dolgod. Én egy kicsit megdönteném a sofőr irányában, mert így a hátulülő tudja tökéletesen leolvasni. Legalább maradtak fizikai kezelőgombok. Van rajta egy rendszer, ami hát néha megakad, de alapvetően egészen használható, de a Raptort azt nem ezért vesszük. A Raptort azt azért vesszük, mert megkapjuk ide ezeket a kis gombokat. Például tudjuk a kipufogó hangerejét változtatni. Van benne egy aktív szelep, és a 2,5-szoros kipufogó rendszeren át tetszőlegesen tud szólni. Aztán nyilván a kormányzást is átállíthatjuk. Komfort, sport, normál, egy halom menetmód van, de hogyha megnyomjuk az R betűt, oda magunknak tetszőleges hajtásbeállításokat felprogramozhatunk. Ugyanígy tudjuk a hajtásképletet változtatni, tehát van 4-kerékhajtás, 2-kerékhajtás, felező és hasonlók, valamint ehhez tudjuk hozzáhangolni a futóművet, ami immáron aktív, ez az egyik legnagyobb előrelépés az előző Ranger Raptorhoz képest, és ami még nagyon nagy újdonság, hogy ebben az autóban már nem csak hátul van zárható diffi, hanem elől is, ezzel nagyon nagyot léptek előre a terepképességek tekintetében. Nyilván ezt is bentről tudjuk zárni, azt mondjuk nem tudom, hogy miért érintőképernyővel zárjuk a diffit. Tehát hogy ez a gondolat, ez hogy jött, hogy érintőképernyő komolyan. Ezen felül nyilván van egy profi lejtmenetvezérlőnk, ez a Trail Control, amivel ereszkedni és mászni is lehet
15 km/h-ig, nekünk elég a kormány tekergetni, az autó az ESP funkciókkal megoldja azt, hogy folyamatosan rajta maradjunk a kijelölt nyomon. Azt kell szem előtt tartani mindig ilyen veretéseknél, ezt mindig elmondjuk, hogy a gyorsulás az remek, hiszen összkerékhajtású, viszont amikor beleállunk a fékbe, akkor ugyanúgy egy 2,5 tonnás disznóval próbálunk megállni laza talajon, ami azért nem annyira magától értetődő. És látom ezeket a buszkákat, itt sétáltam egész nap, és tudom, hogy mekkorák, és ahogy ez az autó megy rajtuk, ez érthetetlen, ugye? Ahogy a futóműves részben kifejtettük, hátul 25 centi rugóutunk van, elől viszont 29. Szerintem azért előnövelték meg drasztikusan, hogy amikor az ember neki megy egy ugratónak, vagy leérkezik, és természetszerűleg inkább az autó orra fog először leérni, akkor ott legyen nagyobb esélye a tompításra. Tehát ennek most nagyobb az első rugó útja, mint a REM TRX-nek, ami azért hát pár ligával feljebb játszik. Viszont igen, van ez a bahás gyorsan menős mód, ami fantasztikus, verhetetlen, de nekem most ennél az autónál valahogy mégis inkább a triálos képességei tetszettek igazán. Senkinek nincs szüksége egy gyors pick-upra, mert minek? De az érzés, amikor telepen mindenen átmész gyorsan, az annyira jó. Érthetetlen. És megérkezel egy ilyen mosódeszkára, és érzed, nyilvánvalóan érzed, hiszen egy... De egyébként, hogyha itt most végigmennél egy személyautóval, az garantálom, hogy kiszakad valami. Hát egyes alapjáraton kerülgetnél mindent, mivel most hát én csak 60-nal megyek, te előbb gyorsabban jöttél. És még hátul gyerekülésben nem adott egy tépes gyerek. Igen? Kipróbáltad? És kiérsz országútra, és egy autó. Igen. Ez tényleg annyira elkoptatott közhely ez, hogy a pick-up az autók svájci bicskája. De ennél most már azért tényleg azt érzett, tehát, hogy tudja ezt is, tudja a teherszállítást is, tudja kényelemben a személyszállítást is, a triálos terepezést is, és hogy még ott vannak a konnektor kiállások a platón, meg itt a két hátsülés között. Mindenre gondoltak. És tényleg ez benne a legjobb, amikor egyenetlen talajon elkezded nyomni neki, és úszik keresztbe hosszába. Jó, ez az autó. Jó. És az benne a legjobb, hogy reggel idefele jövet, bár nem jöttünk gyorsan, ilyen 80-nal nagyjából a vontatmány miatt, igazából országúton sem kellemetlen. Tehát már nem hangos, már nem pattog. Ez... Nem kifejezetten jó. Igen. Szóval, meg mihez hasonlítod, mert a milyen vontatásokat kicsinálunk, ez mondjuk a Crafter, ahhoz képest ez egy limuzin. A Crafterhez képest mindenképpen, meg tényleg azzal próbálok magamba dűlőre jutni, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a pick-up akkor jó, ha neked pick-upra van szükséged. Mert teherautónak kevés, terepjárónak nagy és esetlen, utcai autónak igazából nagy és kellemetlen, de ez most egy olyan tényleg több célú jármű, ez a SUV maga, ugye? Amikor reklámozzák a mindenféle emelt kompaktokat, hogy a mindenre való autó, az igazából ez, a mindenre való autó.